Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Baját fogadják a kosárlabda HEP kupában a Kékcápák. A Szolnok állította meg a Magyar kupában a Bakta Lóránt házát. 42 millió forintból újult meg a nyíregyházi Bánki tornacsarnoka. 170-en léptek küzdőtérre a Medibol országos bajnokságon. Kiütötte a mezőberényt a Sunshine Nyíkse együttese. Nyíregyházi siker született az 5. Nyíredő Retro Rádió kupán. Két hét szünet után ismét tétmérkőzés játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák szombaton HEP-UPA mérkőzésen a Baját fogadják. A mérkőzés 15 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. Én nem nagyon örülök az ilyen hosszú pihenőknek, mert a csapat, ha benne van egy ritmusban, akkor kiesik a mérkőzés ritmusokból és hasonló, de ez alatt a két hét alatt tudtunk olyan taktikai elemeket tanulni, amiket eddig nem alkalmaztunk a mérkőzéseken. Remélem, hogy ezeket majd kipróbálhatjuk, és természetesen hasznosan próbálhatjuk ki. Mennyire sikerült készülni a Bajából, hiszen a nyugati csoportban szereplő csapatról van szó? Nyugati csoport, de azért a magyar kosárlabdázásnak elég jó a rendszere már, úgyhogy mindenkit el lehet érni, vagy minden csapatot el lehet érni online felületen, így a Bajának a játékaival is fel fogunk tudni készülni, és remélem, hogy nem lesz meglepetés. A Bajára jellemzően évek óta az jellemző rájuk, hogy nagyon sok három pontos és nagyon sok külső dobást próbálnak a játékukba beiktatni. Ez most sincs másképp, és egyébként egészen jó csapatuk van, de ennek ellenére nem kérdés, hogy mi a mi célunk. Ez a csapat már, mint a Nyíregyházi, még mindig lehet azt mondani, hogy érési folyamat közepette van. Mennyit léptetek előre ezen a téren az elmúlt időszakban? Ez a csapat még nagyon sokáig az érési folyamatok között lesz, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennyi fiatal játékosunk van, és saját nevelési fiatal játékos. Úgy gondolom, hogy sok és nagyon nyitott lehetőségeink vannak még arra, hogy előre tudjon lépni a csapat, és azt hiszem, hogyha összetudjuk rakni megfelelőképpen a játékunkat, mind védekezésben, mind támadásban is tudjuk kontrollálni, akkor sok mindent el fogunk tudni érni. Ugye ezt nehéz meghatározni, kellene mondanom helyezést, amit nem igazán lehet kimondani. Mindig a következő mérkőzésre szoktunk koncentrálni. Most a legfontosabb a Baja a játékosoknak. Mi azért nézzük a következő mérkőzéseket is, hiszen a bajnoki mérkőzések is fontosak lesznek. Megyünk Miskolcra, megyünk majd Hódmezővásárhelyre. Ez a két csapat áll előttünk a tabellán. Úgy gondolom, hogy ha innen sikerül győzelmeket elhoznunk, akkor nagyon-nagyon nagyot tudnánk előrelépni a bajnokságban. Kiesett a Magyar Kupából a Bakta Lóránt háza VS-e, Illés László együttese, a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésen 2-1-es vereséget szenvedett a Szolnoktól, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Nagyon nehéz talajú pályán, ez várható is volt, hogy egy küzdelmes mérkőzés fog kikerekedni belőle. Tudtuk, hogy egy nagyon lelkes hazai csapattal fogjuk magunkat szembe találni, ugye két bravúrt is végezítettek a Magyar Kupába. Próbáltuk volna minél előbb eldönteni a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nem koncentráltunk eléggé, és ebből adódóan ugye rengeteg helyzetet hagytunk ki, utána visszajöttek a mérkőzésbe a hazaiak, aztán nagyon meg kellett szenvednünk azért, hogy tovább jussunk. A hazai egyenlítés után volt esetleg félsz a szolnoki kispadon, amiatt, hogy ez is hosszabbításba csúszhat esetleg 11-es párbajba? Csak olyan szempontból ugye azért, hogy tudjuk, hogy a kupa meccseknek mindig megvan ez a varázsa, hogy egy alacsonyabb osztályú csapatnak sikerül kiharcolni egy hosszabbítást, netán ugye bravúrt is véghez vinni, de úgy gondolom a látottak alapján, meg úgy gondolom a két csapat között megvan az a különbség, hogy nem kellett amiatt idegeskednünk, hogy netán a 90 percet nem tudjuk eldönteni a továbbítás kérdését. Harmadszorra már nem jött össze a bravúr, de azt hiszem a Bakta Lóránt ház így is mindent megérdemel az eddigi kupa szereplésére. Mi hiányzott ahhoz, hogy tovább nyújtsátok a sorozatot? Ahhoz nagyon sok minden, ha túl egyszerű, akkor ennek azt mondom, hogy két gól. Két gól hiányzott hozzá, de minimum egy. Az igazság, hogy ez már a szezon végén volt ez a mérkőzés, amikor már nagyon fáradt csapatbenyomását keltettük. Nem volt meg a csapatban az a frissesség, ami szükséges ahhoz, hogy ilyen időszakban a mérkőzést le tudjuk hozni úgy, hogy sikeresen. Azt is hozzá kell tennem, hogy egy nagyon jó csapattal találkoztunk, tehát egy fizikálisan jó erőben lévő játékot, egész jó focizó ellenféle találkoztunk. Felőröltek bennünket. Hiányzott az a baj, hogy már túlságosan belefáradtunk szerintem a
szezonban próbáltunk frissíteni itt az elmúlt másfél hétbe, de ugye ez egy hosszú folyamatnak a vége, és lehetett látni, hogy ez nem igazán jött össze, főleg fejben, tehát például amit mondhatnék két gólról, hogy ugye egyik gólt úgy kaptuk, hogy egymást lüktük el belül a 16-oson belül, és dugunk egy luftot, és abból kapunk egy gólt. A másik nem, mikor sikerül nagy nehezen kiegyenlítenünk, güriztünk, mentünk utána, akkor megbeszéltük, hogy a középpályát, ha lehet, akkor kihagyjuk a játékból, és indítjuk a lyukba belépő csatárainkat. Erre bepasszoltunk középpályára egy labdát, mikor indítani is lehetett volna, abból lekontráztak bennünket, és úgy szerezték a második gólt. Ez mind odafigyelés, mind koncentrációnak a hiánya. De azt hiszem, arra büszkék lehettek, hogy ebben a sorozatban magasabb osztályú csapatokat is kiejtve ti képviseltétek legtovább a megyét. Természetesen büszkék is vagyunk rá. Azért ezt lehetett látni, hogy ez már a megyét képviseltük, mert például Fehérgyalmattól is a Fanatik itt volt, szurkolt végig a csapatnak, és több megyei futballvezető, illetve futballszakember volt a mérkőzésen. Azért jó dolog, hogyha azért még a megyéből valaki tovább ment. Az is jó lett volna, hogy 16-ba bekerül valaki a megyéből. Tehát én fanatikusan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vagyok, én vallom ezt is, tehát ez egy jó dolog volt, büszkék is fogunk magunkra, örülünk neki, csak ez kicsit most azért keserül a szánk íze, mert hát csak nem sikerült a továbbjutás. Felújították a nyíregyházi Vánki tornacsarnokát. A beruházás eredményeként kicserélték a parkettát, új palánkokat vásároltak, és felújítottak 4 öltözőt is. Ez 42 millió forintos beruházás volt, illetve ez még hozzájöttek azon eszközök, azok szintén TAO forrás segítségével valósultak meg, amelyeket Egyesületünk Pluszba vásárolt, nyilván itt a FIBA palánkokra, eredményjelzőre gondolok, illetve az iskola még hálóval, kiegészítette védőhálóval és néhány bordásfallal. A beruházásból 42 millióból 12 millió volt az önerő, amelyhez hozzájárult a Nemzetgazdasági Minisztérium 9 millió forint támogatása. Mit tartalmazott ez a felújítás? Festés előtte volt egy világítás korszerűsítés, de kicseréltük a teljes padlót, amely azt jelenti, hogy felbontva a régét, ami már több mint 30 éves volt, egy új padló szerkezetet építettek a kivitelezők, illetve ez kapott egy új festést, tehát vonalazást, nyilván a terem is egy teljes komplett festés lelátóstól, a korlátok újra festése, a bordásfalak felújítása és hozzá pótbordásfal vásárlása, az öltözőket teljes mértékben átalakítottuk, felújítottuk. Az azt jelenti, hogy 4 öltöző áll most már a versenyeztetés és az utánpótlás képzés rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy a 4 öltözőhöz még kiegészítő WC-t, mosdókagylókat, zuhany állásokat alakítottak ki. Akkor lehet azt mondani, hogy ez lesz a Nyicse csapatainak az otthona. Hány együttes tudja használni edzésekre és mérkőzésekre ezt a termet? Nyilván az utánpótlás korú, tehát a legkisebbek is tudnák használni, de nyilván ők még az általános iskolában edzenek, ahova járnak, hiszen őket állandóan mozgatni, szállítani nem lehet. Itt a juniorjaink, a fiataink, akik a 23 évnél fiatalabbak tudnak játszani, illetve az MB2-es csapatunk, amely a bajnokságban már második szezonját tölti, és bízunk benne, itt egy nagyon jó otthonra talált. Igazgató, a jövőben egy megújult tornatermet használnak a Bánk is. Diákok, hány gyereket és milyen sportágakat érint? Közel 1200 gyermekünk van, és nagyon várták már ezt a lehetőséget, hogy végre elkészüljön ez a tornaterem. Igazából 1978-ban épült az iskolánk, és azóta nem történt jelentősebb változás itt a tornateremben, és most azért az eltelt időt, ha megtekintjük, akkor nagyon nagy öröm ez a gyerekek számára, hogy új, megújult környezetben tornázhatnak. Mennyire sportos intézmény a Bánki, milyen sportágokat üznek a fiatalok? Javarészt focisták vagyunk, tehát a focit szeretjük, de mint a beszédemben is említettem, most már a kosárlabdát meg kell, hogy szeressük, és meg is szeretnénk szeretni, mert a körülmények arra adottak, hogy a kosárlabdát erősítsük, hogy ezen leszünk. De természetesen nem csak ilyen sportokkal foglalkozunk, mert atlétikáznak, gyerekeink kézilabdával foglalkoznak, mindenféle, íjászat, tehát sokféle sportot üzünk. Új a sportcsarnok újult meg Nyíregyházán. Hol tart most az a folyamat, ami néhány évvel ezelőtt elkezdődött? 3 évvel ezelőtt 12 tornatermet jelöltünk ki, amelyek nagyon elavultak voltak és felújításra szorulnak. Nagyon örülök, hogy ez már a 7., amelyik kész van, és a következő 5-nek is az előkészítése összeállt.
minden biztosított ahhoz, hogy a következő, én remélem, 2 év alatt, ugye ezeket jellemzően nyáron legszerencsésebb kivitelezni, megvalósuljanak, és ezzel Nyíregyházán 12 iskolai tornaterem megújul, de hát ugye ez egy komplex megújulás ellen, a padlózatot kiemelném, ami az egészség szempontjából a legfontosabb, de hát ugye nyílászárók, lelátó, öltözők, itt ugye kosárlabda a legmodernebb palánkok, tehát általában ez egy ilyen kibővített felújítás jelent, ahol eszközök is megjelennek, annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelés, illetve az utánpótlás sport legjobb körülmények között működhessen. A rendező Spiritesen nyerte Nyíregyházán a 10. Medibol országos bajnokságot. A 2. hely a Spirit Napkornak jutott, a 3. helyet pedig az Albatrosz Győr-Szolnok csapata szerezte meg. Nyíregyháza központtal indult útjába, Medibol labdajáték az egészségét így játsszuk, és egy nagyon különleges a 21. század minden igényének megfelelő mozgásrendszer. Egyrészt egy képességfejlesztés, egyéni kreatív mozgásokkal, hihetetlen harmóniával, másrészt mérkőzések, korosztályos és nemek szerinti bontásban, úgyhogy mindenki számára egy optimális mozgásrendszer, ráadásul olyan fajta módon, hogy az a fajta agresszivitás és teljesítménykényszer, ami általában jelen van a sportban, az nem vagy kevésbé jellemző. Az egész rendezvényben inkább egyfajta békésebb lelkület, harmónia és az embereknek egy valódi képesség alapján, amit úgy lehetne mondani, hogy teljesítménykényszertől mentes cselekvés, ez az, amit gyakorolnak, vagy ez az, amit tanulnak az emberek. Mennyien voltak az első országos bajnokságon, és mennyien vagytok most, honnan érkeztek a versenyzők? 67 indulónk volt az első alkalommal 4 évvel ezelőtt, most 169 versenyző, 16 város az ország különböző pontjairól, a legtávolabbiak Szeged, Győr, illetve van 5 versenyzők Lipeckből, ami Moszkvától még sok száz kilométer Oroszországból, ők is már 3. alkalommal versenyeznek nálunk. És hát ti is bekapcsolódtatok már jó ideje a nemzetközi vérkeringésbe is, hiszen talán többször is jártatok már Ázsiában. Igen, most szeptemberben és 2 évvel ezelőtt szintén szeptemberben volt egy nagy nemzetközi találkozó, a játék az ütősport, ennek a sporteszköznek a feltalálójának a szülővárosában, és akkor az első alkalommal Mátéval voltunk ketten, most szeptemberben 13 fővel képviseltette magát Magyarország, és nagyon nagy sikereket értünk el. Milyen távlatok vannak ebben a sportágban Magyarországon? Én azt gondolom, hogy az a kapacitás, az a fajta lehetőség, ami a játék fejlesztésében van, az hihetetlenül nagy és hihetetlen kiterjedt. Egyrészt a másik képességfejlesztés figyelem szempontjából hihetetlenül fontos, ugyanis mi nem sportmozgásokat másolunk, hanem minden évet elképzelünk. 2 agyféltekkel szinkronjára törekszünk, játszunk, úgyhogy egyik kéz másik kézzel, 2 ütő egy labdával, 2 ütő két labdával. Ráadásul ugye a labdánkat a centrifugális erő tartja pályán, aminek akkor születik meg hatékonyabban, hogyha a testtartás helyes, tehát kiváló testtartás javító korrekciókra képes és alkalmas, ugyanakkor kortól függetlenül játszható, tehát vannak itt 5-6 éves kortól egészen szépkorúakkal bezárólag. A labda például, ha valaki belegondol abba, hogy a centrifugális erő használata mit jelent, bentről kifelé finoman nyújtja a testet, zseniális stresszoldó hatása van, és tényleg képes kiemelni az embert abból a mókuskerékből, amiben a mindennapok egyébként zajlódnak. És hát, ha a küzdőtér mellett felnézünk a lelátóra, akkor láthatjuk, hogy ez egy igazi családi rendezvény. Valóban úgy van. Családok is vannak, akik úgy szerepelnek, hogy gyermek, szülő és nagyszülő kíséri. Tehát több generáció akár úgy képviselteti magát, hogy indulóként is, ugyanakkor nagyon sokan vannak nálunk nézőként is, akik kilátogattak ma ide. Nagyon jó ideje karatézol, és egy ideje üzöd a Medibolt, és hogyan találkozottak és voltak, hogyan találkoztál vele? Először egy edzőképzésre hoztál az egyik, a válogatott edzőnk a Medibol ütőt, nagyon tetszett, de 2 év kellett, míg egy 24 órás küzdőedzésen találkoztam a Badarági mozgásával és a Szilágyi Mátékéval, és beleszerettem. És azóta önálló sportákként is nagyon sokan űzik Szolnokon és Győrbe, de a karate kiegészítéseként is többen. Itt is vannak karatésaim is a versenyem. Mi a legszebb ebben a sportákban? Mivel lehetne ajánlani azoknak, akik mondjuk kaszérkodnak vele? Mindenképpen az izgalmas benne, hogy nem csak egy nagyon harmonikus sportág és nagyon egészséges a testnek, hanem mondhatom azt, hogy egy nagyon komoly önfejlesztés van mögötte, amivel az élet minden területén hatékonyabban élhetünk. Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz mind a két sportágban? Karatében a legjobb az Európa-bajnoki cím, itt a Medibalban pedig az egyéni kreatívban, meg a hálós játékban is úgy többször nyertem versenyt, meg a tanítványom is így a legjobbak között vannak többen, úgyhogy nagyon, nagyon szeretjük Szolnokon is, meg Győrbe is.
kiütéses győzelmet aratott a mezőverény ellen a Sunshine Nikse. Kovács Tibor együttese az NB2 hatodik fordulójában 121-37-re verte ellenfelét. Minden mérkőzésnek van egy haszna, alapvetően az, hogy a sportembernek az alap kritérium az, és ott lehet megismerni, hogy egy gyengébb csapatot is komolyan vesz, megfelelő hozzáállással, és ami belefér, azzal tiszteljük meg az ellenfelet, ahogy a legjobbunkat próbáljuk nyújtani, ez ma így sikerült. A tavainál lényegesen bővebb a játékos keretetek, mennyire kezd most már csapattá összeérni ez a társaság? A legnagyobb kérdés az, hogy csapattá hogyan tudunk összeérni, és a legfontosabb feladatunk ez, mert a nevek alapján és a játékos mód alapján ez most egy erősebb csapat, mint a tavalyi volt. Örömmel veszük, hogy ezt folytathatjuk itt az NB2-es bajnokságban, talán szebb célkitűzésekkel, és nem csak talán egészen biztos, de formálódnunk kell emberileg is, csapatjátékban is, itt a védekezés támadásban is, és elfogadni mindenkinek azt a helyét, amit esetlegesen most a csapat érdekében tud képviselni és hozzátenni. Az eddigi 6 meccsen elért 3-3-as mérleggel mennyire vagy elégedett? Alapvetően elégedett lehetek, de én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy legyünk benne, bennünk egy kis hiányérzet. Egyik az, hogy Miskolcon talán esetleg egy kicsit jobb játéka a győzelem lehetett volna. A másik az, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésünk sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nem is a vereségnek a mikény, illetve a számszerűsége, hanem az, hogy egy kicsit széteső játékot produkáltunk. De én azt gondolom, itt kell, hogy zárjuk ezt a témát, előre kell tekintenünk, és minden hibából és minden negatívumból tanulnunk kell, és ezt beépítenünk a következő időszakra. Mekkora pozitívumot jelent az a jövőre nézve, hogy most már van saját otthonotok? Nagyon örülünk neki. Egyrészt az, hogy szabályos méretű pályán tudunk edzeni, a palánkot, a gyűrűt, a távolságot itt jobban be tudjuk lőni az edzéseken, illetve sok begyakorlással, azért remélhetőleg hazai pálya lesz minél hamarabb, és én azt gondolom, aki itt van és látja ezt a termet, azért megfelelő körülmények között tudunk edzeni és játszani. Ebben az évben hány meccs vár még rátok? Még 4 mérkőzésünk lesz, ebből 1 hazai és 3 idegenbeli, és január elejétől heti rendszerességgel úgy fordul a kocka, hogy itt hazai több mérkőzésünk lesz. Alapvetően a 4-ből talán papírmal szerint 2 mi vagyunk az esélyesekben, 2 kevésbé mi, de azért igyekszünk a legjobbat kihozni a mérkőzésekből. Az eredmény tekintve ez a mérkőzés inkább edzőmesnek mondható, mint egy éles bajnokinak. Pályán hogy érezted? Egy jó hangulatú mérkőzést tudtunk játszani, főleg így ugye azért egy teremnyitő után teljesen jó felszabadult játékot tudtunk játszani. Ugye múlt héten, nem is múlt héten, hanem a héten szerdán volt ugyanúgy egy bajnoki mérkőzésünk a Debrecenen. Ezen a mérkőzésen sokkal inkább tudtak játszani azok a játékosaink, akik ott nem igazán kaptak szerepet. A szezon elején érkeztél a csapathoz, mellette több új játékos érkezett, mennyire kezdtek összeérni? Ugye ez volt a 6. mérkőzésünk, azt mondom, hogy most már kezd kialakulni az összhang, amire igazából szükségünk, tehát ahhoz, hogy az ilyen komolyabb mérkőzéseinket is majd megnyerhessük. Alakulunk. Mi a tapasztalat? Azt mondták a bajnokság előtt, hogy ez a szezon erősebb lesz, mint a legutóbbi volt, hiszen jó néhány csapatnál az NB2-nél talán erősebb játékos állomány és költségvetéssel dolgoznak. Így van, ugye immáron sokadik évet, azt mondom, hogy ugye így a TAU rendszernek köszönhetően, így az NB2 is megkapta ezt a támogatást. Így vannak olyan játékosok, akik ugye B csoportból kerültek vissza ide NB2-be. Az idei bajnokságunkban is ugye a Debrecen 4 csapattal is indul, ebből 3 kifejezetten erős csapatnak mondható. Ugye a mostani mezőberény is egy tartalékos csapattal jött el, de itt is van még 5 olyan játékos, aki mellette korábban NB1-ben szerepelt. A nyíregyházi Offside Old Boys replika csapata nyerte az 5. alkalommal megrendezett Nyíregyházi Retro Rádió Kupa öreg fiúk futballtornát. A Bemiskola csarnokában 17 csapat mérte összetudását. Fantasztikus 5 évet tudunk magunk mögött, hiszen nagyon sok neves játékos megfordult ez alatt az 5 év alatt a Nyíregyházi ZRT Retro Rádió Kupa öreg fiúk tornán, és jó látni ezeket a játékosokat, akik nagyon sokat letettek a labdarúgás asztalára, hogy eljönnek erre a tornára, úgymond már 3 megyéből, hiszen Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből több volt válogatott játékos és NB1-es játékos megfordult itt a tornánkon, és igazi futballt játszanak ők a kispályás labdarúgás és a nagypályás labdarúgásból átmentett minden csodát, ami a labdarúgásban szép és jó, azt elhozzák erre a tornára, és ezúton is köszönöm nekik a korszerű küzdelmet, fantasztikus mérkőzéseket láthattak, akik itt kilátogattak.
a kispályás futball népszerű, de az idősebb játékosokat felvonultató senior tornáknál egy picit még népszerűbbek a többinél. Miért? A kispályás labdarúgás az egy nagyon gyors játék, itt pillanatok alatt kell dönteni, ezért is sajnálom azt, hogy a nagypályás edzők nem igazán engedik a téli időszakba a játékosokat, hogy játszanak a kispályán, hiszen hogyha csak a futszált nézzük, a futszálban nagyon sok olyan játékos, világhírű játékos került ki, majd később nagy csapatokba, akik itt megtanulták a labdarúgás minden fineszét, és ugye parkettművészek voltak, de viszont gyakorlatilag a nagypályán tették le igazán az asztalra azt, ami a labdarúgásnak a legszebb része. Ebben az évben lesz még egy nagyszabású kispályás torna, arról mit kell tudni? Igen, december 16, 17 és 18-án, ez már egy hatalmas nagyszabású torna, hiszen 32 csapat érkezik majd erre a tornára az ország különböző pontjairól, és a megyénk szinte minden pontjáról jönnek csapatok. Itt gyakorlatilag két hely kiadó még erre a tornára. Itt is megjelennek azok a játékosok, akik a kispályán, nagypályán mindent megtettek már, ami az életbe elképzelhető. Tehát igazi művészeket fognak látni azok, akik kilátogatnak a Bem József Általános Iskola sportcsarnokába, így évzárásként. Aki ismer téged, azt tudja, hogy a futballlabdával üzhető mindenféle játéknak a híve vagy. Most itt ezen az öregfiú tornán milyen alakulattal léptek fel? Egy ilyen alkalmi csapattal jöttünk. Csütörtökön szóltak, hogy álljunk össze, mert az eredeti offside csapat az szokott játszani a kispályán, ők összeszokott csapat, mi pedig így összeálltunk erre, egy ilyen offside all boys néven futunk. Hát megmondom őszintén, hogy nagy reményeket nem táplálunk abban, hogy holnap is itt fogunk lenni. Már megértem a feleségemnek, hogy a húsleves főzésnél a zöldséget én fogom pucolni, tehát valószínű, hogy ki fogunk esni, de nem is erről szól a történet ebben a korban, már mozogjunk, ameddig tudunk. Akkor előhaladtával azért kopik a gyorsaság, ha más nem, de azért aki nézi a kispályás meccseket, az oldalos meccseket, tudja, azért a futballlabdával való barátság még megmarad. Így van, hát én pont azt mondtam, hogy a kispályás bajnokságoknál is azok az öregebb, idézőjelben öregebb emberek, mint én is már, hogy 60 éves vagyok, nagyon-nagyon szeretjük a focit, akik ebben nőttünk föl. Remélem, hogy amíg tudunk mozogni, és még találunk olyan ellenfeleket, akik kiállnak ellenünk, addig itt leszünk a pályán. A focin kívül miről szólnak még ezek az összejövetelek? Természetesen a régi nagy foci meccseket átbeszélgetjük, természetesen egy kis üdítőt is elfogyasztunk utána, meg hát a jövőről is szoktunk beszélni, hogy tavaszi fordulóban hogy fogunk elindulni, mi lesz, megyünk-e valamilyen rejtek helyre a téli szünetbe. Természetesen mindig a fociról szól, meg még már sokszor azt mondjuk, hogy arról is szól, hogy foci előtt, vagy sörözés előtt egy picit kimelegedjünk, hogy jobban esen a sör. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata jutott be az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos döntőjébe. Baksa Ádám együttesen nyerte a megyei döntőt, megelőzve a Krúdi és a Zrínyi együttesét. A Krúdit tartottam a legnagyobb ellenfélnek, ez a meccsek alapján be is bizonyosodott, így 3 ponttal tudtunk nyerni a végén, de végig nagyon szoros volt a küzdelem, ilyen 6-7 pont volt az egész meccsen. De hál' Istennek sikerült nyerni, a másik csapat pedig a Zrínyi volt még a megyei döntőbe. De náluk a Fazekas Csabi lesérült, így nekik azért ez egy nagy érvágás volt, és így ne így sikerült megnyernünk mind a két meccset. Maga biztosan a másodikat, és akkor így bekerültünk az országos döntőbe. Mekkora előnyt jelent az, hogy olyan játékosok játszanak nálatok, igaz az ellenfeleknél is voltak, akik a nyíregyházi felnőtt csapatban is most már rendszeresen pályára lépnek? 4 olyan játékosunk van, aki a felnőtt csapattal edzenek, többek már majdnem mindenki szinte pályára is lépett, és valaki rendszeresen is játszik, nagyon sokat jelent. A többiekkel is folyamatosan edzenek, több edzőnél is, Pető Ákosnál, Bockó Ádámnál, Kovács Tibor tanárónál, és mi is így a vasvárisokkal hetente egyszer összejárunk, hogy összetartsuk a csapatot, és így azt mondom, hogy jó alapanyagból tudtam dolgozni. Bő 2 hónap van még hátra az országos döntőig, mennyit fejlődhet ez az együttes? Én úgy érzem, hogy még fejlődhet, megpróbáljuk összehozni a közös edzéseket is, tehát hogy akik a felnőtteknél edzenek is el tudjanak jönni az edzésekre, és hát közben még lesz egy B33-os diákolimpia is, 2 hét múlva oda is kell lesz készülni egy kicsit, de inkább az országos döntőre fogunk jobban koncentrálni.
Egyébként vasvári fiú kosárlabda csapat mikor volt legutóbb országos fináléban? Országos fináléban azt hiszem 2009-ben voltak utoljára, és 2004-ben még én is a csapattagja voltam, akkor nyertük meg Pécsen az 5. korcsoportos fiú kosárlabdát. Egy nagyon szoros meccsen vehetitek a Krúdit azon a találkozón, ami gyakorlatilag a továbbításról döntött, te hogy láttam, mivel nőttetek föléjük? Megpróbáltunk szervezett játékot játszani, ami az elején még annyira nem sikerült, de megbeszéltük, és inkább a közeli dobásokra hagyatkoztunk a vége felé, és úgy gondolom, hogy ez sikerrel is járt. Milyen volt azok ellen játszani, akikkel amúgy nap mint nap együtt edzel a nyíregyházi csapatban? Jó volt velük játszani, de azért eléggé megnehezítették a dolgunkat, mert jó játékosokról van szó, de megpróbáltunk azért minden tőlünk tehetőt megtenni ellenük. 31 pontot közte 7 triplát dobtad egy olyan mérkőzésen, ahol nálatok is az ellenfélé több olyan játékos játszott, aki már rendszeresen szerepel a felnőtt csapatban. Mitől ment ennyire jól a játék, hogy érzed? Össze vagyunk szokva, meg több csapattársam is, aki ebbe az iskolába jár, együtt edzettünk már jó pár éve, és tudtuk a saját játékainkat játszani, és mivel többen is már jó pár meccset átéltek, ezért tét szituációban is helyt tudtak állni, és hidegvérrel tudtak játszani. Mennyi segített a közönség, hiszen azért hazai pályán játszottatok, és kaptátok a biztatást? Rengeteget segítettek, meg ugye voltak itt edzéseink, próbáltunk edzeni így a Diákolimpiára, ugye akik felnőtt csapattal edzenek jó páran, ők ugye oda nem tudtak eljönni, de így is aki tudott, az eljött. A diákok, akik le tudtak jönni, szurkoltak és biztattak minket, úgyhogy ez is köszönjük szépen, sok segítség volt. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!